Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Kedves nézők, a tegnapi vasárnapon volt az anyák napja. Május a legszebb hónap, illatozik a természet, pompázik és remekkel, és ebben a remeklő, gyönyörű májusi időben minden este a boldogságos Szűz Máriát köszönti a katolikus egyház litániával. És ennek a gyönyörű, pompázó hónapnak az első vasárnapján pedig az anyai hivatásra gondolunk, hisz minden édesanyának védőszentje a boldogságos Szűz Mária, aki Jézusnak életet adott. Felmagasztosult a Szűz Anya női, anyai hivatásán keresztül az anyaságnak a csodálatos világa. És nyilván megköszöntöttük tegnap az édesanyákat, az élőket virággal, öleléssel, az elhunyt édesanyák iránt pedig, ha hit és érzés van bennünk, akkor imádkoztunk, vagy imádkozunk érettük. Kedves nézők, a holnapi napon pedig Szent István királyunk feleségét köszönti egyházunk, Boldog Gizellának lesz az ünnepnapja, és a holnapi szentmiséken a következő olvasmányt olvassuk fel a példabeszédek könyvéből. Derék asszonyt kitalál, értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsaj után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit. Így a Szentírás. Kedves nézők, mindegyikünknek szükségünk van az anyai hivatásra, szolgálatra, az ölelő karokra, melyek valóban inségben és szükségben, azzal a női szívvel és szeretettel, amit az édesanyák és az igazi feleségek, akik nem elsősorban a női bájakra utaznak, hanem arra a szívbeli tevékenységre, amit mi gyerekek és voltak éppen a férjek elvárnak a feleségüktől, és mindannyian gyermekek az édesanyánktól. Hát bizony ezt a hivatást becsüljük meg, tiszteljük meg, és különösen is kérjük ebben a gyönyörű hónapban Szűz Máriának égi közbenjárását, hogy a nőtestvérek betöltsék magasztos női hivatásukat oda, ahová állított őket a Jóisten, hogy megfeleljenek ennek a életszolgálatának és ennek a szívbéli ölelő szeretetnek, és hogy valóban a mi tiszteletünk és szeretetünk mindig megmaradjon a anyai és női hivatás iránt. Amen.